Napjaink című közéleti magazinunkkal folytatódik az este. Köszöntöm most csatlakozó nézőinket. Első állomásunk Sátorhely lesz, ahol a település polgármestere fogadta stábunkat. Az emlékparkjáról híres Sátorhely, irigyelésre méltó település. Csendes, rendezett környezetben élnek itt az emberek, van egy gyönyörű szép parkjuk, működő kisiskolájuk és óvodájuk, és egy összetartó közösségük. Ünnepnapokon együtt mulatoznak, sütnek, főznek, élvezik az élet szépségeit. A hétköznapok pedig dolgosan telnek, most például az összehulló falevelek összegyűjtésén szorgoskodnak. Feladata a falunak az, hogy megőrizze a rengeteg 100-150 éves fát, és emellett még mindig telepítsen és ültessen. Viszont ez ősszel nagy munkával jár, hiszen több száz köbméter levél termelődik ilyenkor. Van 2-3 kis erdőnk, ahová a leveleket a fák alá szétszórjuk, és így tulajdonképpen megtrágyázzuk ezeket. Biohumusz. Így van, biohumuszt állítunk elő. Persze ennyi munkához dolgos kezek is kellenek, és ebben mindig segítségére volt a településnek az elmúlt években a közmunkások is csapata. Dolgos hölgyek, urak, akik itt vannak a társaságban? Igen, azt mondhatom, hogy szerencsére a mi településünkön komolyan veszik ezt a munkát. Idén is közel 15 közmunkás az, aki ezt a munkát elvégzi. Nagyon szépen most már begyakorolottan tudják, hogy milyen munkafolyamat következik egymás után, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy 3 hét múlva itt, ahogy lehullanak a levelek, teljes tisztaság lesz, várhatjuk a téli munkálatokat. Ezt a közmunkaprogramhoz eszközök is kellenek, amit az állam ugyancsak biztosít, de emellett, hogyha egy traktor is rendelkezésre áll, akkor ez még inkább növeli a hatékonyságot. Körülbelül 2 évvel ezelőtt adtunk be egy pályázatot traktor és ahhoz kapcsolódó szerelvények vásárlására. Másfél évig állt ez a pályázat, már teljesen lemondtunk róla, amikor jelezték, hogy hop-hop, mehetünk a traktorért, örülünk neki, viszont az elszámolásban most egy kicsi hiba csúszott, és már körülbelül fél éve várjuk azt a pénzt, amit 8 millió forintot belefektettünk. Ez egy picit akadályozza a továbbpályázást, hiszen mindig van egy alapunk, amivel tovább pályázunk, de reméljük, hogy most már egy hónapon belül megérkezik a számlánkra a pénz, és akkor így tovább tudjuk folytatni a pályázatok előfinanszírozását. Nézzük, hogy milyen költségvetéssel dolgozik a település. Mi az a nagyságrend, amit egy Sátorhely nagyságú településnél el kell képzelnünk? Hát körülbelül lakosonként 1 millió forinttal tudunk gazdálkodni évente, ez olyan 65 és 75 millió forint között van. Azért változó, mert a közmunkásoknak a pénze bejön és kijön, de ezt is bele kell, tehát átfolyik tulajdonképpen, de bele kell számítani a költségvetésbe. Itt mindig tartunk egy pici tartalékot a pályázatokra, és tulajdonképpen ebből a pénzből, hogyha nem csökken, azért az alapvető feladatokat el tudjuk látni. Nézzük, hogy mik azok a pályázati lehetőségek, amelyek a vidéken élő kisfalvak számára adottak. Gondolom elsősorban a líder és a topnak bizonyos szegmensei, ahol lehet úgymond forrásokhoz jutni. Hogy áll Sátorhely a rovancson? Folyamatosan pályázunk, most is 3-4 pályázatunk van benne, járdafelújítás, akkor szabadidőparknak a létrehozása az ősparkunkban, aztán egy új falu megújító program van, ahol mindenféle dologra lehet pályázni, ami az emberek komfortérzetét növelheti a településen. Én azt gondolom, hogy eddig is az elmúlt 9-10 évben ezekből a pénzekből tudtunk fejleszteni, és 20-22-ig szeretnénk ezt kihasználni, és amit lehet, azt idehozni pénzt, és az emberek közérzetét javítani, a lehetőségeit javítani. Köztudott, hogy a kormány elindítja a Modern Falvak programot, amely egy kicsit a vidéken való élés minőségi javításán kíván segíteni. Ebben sok minden belefér. Mik azok a csapásirányok, amivel szeretnének majd élni? Én azt gondolom, hogy az embereknek a sportolási lehetőségét szeretnék egy kicsit javítani. Ugyanott, ahol az előbb említett szabadidőpark megépülne, akkor tervezünk egy sportpályát és egy futópályát, edzőpályát. Aztán a járdáknak a felújítása, az önkormányzati utaknak a javítása, felújítása, esetlegesen azok a közösségi épületeknek a külső megújulása, a belső bútorzatának a megújulása, ezek vannak a tervben, és ahogy lehet, már pályázunk is, és szeretnénk tovább lépni.
Mondhatni, a települési kohéziót is kívánják ezen forrásokkal egy kicsit erősíteni, hiszen számos olyan rendezvénye, eseménye van a falunak, ami összehozza a falu a Praját nagyját. Nem mindegy, hogy milyen közösségi terekben történik mindez. Így van, elég sok régi építésű épületünk van, és hogyha ezek megújulnak, modernizálódnak, új bútorokkal felszerelődnek, és még újabb lehetőségek is teremtődnek, akkor azt hiszem, hogy olyan lehetőséget kapnak a korosztályok a legfiatalabbaktól az idősebbekig, ami egy kicsit itt tartja őket, és még szerethetőbbé teszi a települést. Hogy gondolják ki általában ezeket a projekteket, gyakorlatilag a képviselőtestület munkáját kisegíti így a pályázatok előkészítésében? Vannak ebbe külső segítségek? Vannak külső segítségek, igen, van egy nagyon jó brigád Mohácson, akik besegítenek a pályázatok végrehajtásába. Az előkészítésben pedig Bolyba egy régi líderes kapcsolattal van egy hölgy, aki bennünket a pályázat írásban segít. Együtt gondolkodó közösség sátorhely, avagy a képviselőtestületre marad a feladat, hogy kitalálja a csapás irányt, besegítenek a civil szervezetek egy-egy jó ötlettel? A civil szervezetek nagyon jól besegítenek, sőt ők maguk is aktívak, és ha van lehetőségük pályáznak, tehát ez egy nagy segítség, hogy nem kell helyettük pályázni, hanem önmaguk ezt megoldják. De a falugyűlésen, amit minden évben egyszer így november végén, december elején rendezünk, ott külön erre kitérünk, és van egy láda az önkormányzatnál, az ötleteiket bedobhatják az emberek, aztán felbontjuk, és a testület kiválogatja, összehozza azokat a gondolatokat, amit ő maguk kitalálnak, és az emberek ötleteit. Persze itt egy kis településen minden nap közmeghallgatás, hiszen a polgármester úr nem tud úgy végigmenni a falon, hogy ne találkozz az emberekkel, nem mondanak el, hogy mi a gondjuk, mi a bajuk. Így van, tehát van is hetente fogadórám, éppen a mai nap, tehát szerdai nap 4-től 5-ig, de az emberek folyamatosan jönnek, amikor meglátják, hogy szabad vagyok, oda jönnek és elmondják a napi problémáikat. Tehát azt hiszem, hogy tényleg ez a napi kapcsolattartás, ez jellemző erre a dologra. Persze az ügyes bajos dolgokat intézni kell, a település polgármesterének is kell hivatalos ügyeket intéznie. Most javarészt a délelőtt áll rendelkezésére, hisz az iskolában egy kisebb átszervezésnek köszönhetően én már a 3 fővel tudnak dolgozni. Így van, az elmúlt évtől kezdve 1 fővel csökkent a létszámunk, de ezt is megoldottuk, és úgy oldottuk meg, hogy a 2 kolléganő az délelőtt 2 csoportban viszi a 4 osztályt, én pedig 3:12-kor átveszem a gyerekeket, megebédeteltem őket, és onnantól kezdve pedig az én felügyeletem alatt tanulnak, játszanak, és sokat vannak levegőn. Egy kincs ez az iskola ebben a faluban, hiszen most is zsonganak a gyerekek körülöttünk, ők jelentik az életet, a savát, a borsát ennek a településnek. Én is ezt gondolom, hogyha a gyerekek jól érzik magukat itt is a kiskoruktól kezdve megszeretik, és magukénak érzik ezt a települést, akkor talán itt maradnak, itt gondolják a jövőjüket. Ugye a munkahely egyre kevesebb van, de azért elérhetőek itt a Bolyertének a telephelyi, ahol lehetne dolgozni, de innen nincs messze Mohács, nincs messze az a vonzás körzet, ahol Boly, ahol munkahelyek vannak, és hogyha itt tudnának élni, és itt vannak olyan komfortos lehetőségek az iskolától kezdve a szórakozásig, akkor talán itt maradnak ezek a fiatalok. Most itt szünet volt, egy kicsivel több gyereket láttam, mint amikor tavaly itt voltunk. Úgy tudom, hogy 2 fővel növekedett a létszám. Így van, tavaly 15-en voltunk, most 17-en vagyunk. Tulajdonképpen az iskola is olyan méretű, hogy ezt az osztályonkénti 10 főt tudja ellátni. Hát 40 fő mostanában szerintem nem lesz, de adná jó Isten, hogy legyen, és akkor még létszámot is kéne emelnünk a pedagógusok között. De azt gondolom, hogy a 15 és a 20 fő között el tudunk még jó néhány évig menni, és ha bejönnek azok a dolgok, amit tervezünk, akkor ez állandósulhatna, és nem lenne gond az iskola létével. Persze több a gyerek a faluban, a felső tagozatosok Mohácsra járnak, javarészt a mohácsi Brodaricsba. Ez a rendszer jól működik? Jól működik, és mivel most már mi is egy intézményhez, a Mohácsi Térségi Általános Iskolához tartozunk, a Brodával együtt, az Új Mohácssal együtt, így tulajdonképpen már nem csak a Brodába, hanem a más intézményekbe is mehetnek a gyerekek, és természetesen akik még közelebb akarják tartani a gyereküket, és maradnak a falusi kisiskola feelingje és hangulatánál, azok néhányan Majsra is átviszik a gyerekeiket.
Milyen a mindennapok hangulata, feelingje sátorhelyen? Mi egy-egy falu rendezvényre jövünk el, ahol tényleg mindenki jó érzi magát, sütnek, főznek az emberek, beszélgetnek egymással, és talán ez a legnagyobb érték, hogy szóba állnak a közösségek egymással, ez tartja életben a települést. Így van, én azt hiszem, hogy olyan szépen alakult most az elmúlt években egy éves program, ahol a civil szervezetek, az önkormányzatok egymásra támaszkodva és egymás mellett rendezik a különböző programjaikat. Tavasztól télig, tehát a minden ünnepkörben és minden évszakban megvannak azok az állandó rendezvények, amire várnak az emberek. Most például a Márton nap következik pénteken délután este. Tehát van összetartás szinte a mindennapokban. Így van, összetartás, a banyások mindenben benne vannak, ahogy szoktam mondani, ők a minden rendezvény sava borsa, és a táncosok, a sportosok pedig aktívan élik az életüket. Jó itt élni? Én szerintem igen. Pro architektúra díjat vehetett át a parlamentben M. Bugarszky Norbert, a Szent Miklós vízimalom tulajdonosa. Az adományozók szerint örökségvédelemből jelesre vizsgázott. Egy régi épületet felújítani és azt a közösség életcentrumává tenni mindenképpen dicséretes dolog. S hogy egy álomból miként lesz valóság, mennyire rögös út a végkifejletig eljutni, függ a kihívás nagyságától és persze a célt kitűző személy kitartásától is. Az elismerés mindenképpen jár, ha a végeredmény mások számára is értéket jelent, visszaad valamit a múltból és megalapozza a jövőt. A magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában és az építészeti szemléletformálásban kifejtett tevékenységért adták át idén is a Pro Architektúra díjakat az Országházban. Építtetőként kifejtett munkájáért ismerték el Mohácsi Bugarszky Norbert közgazdászt, a Mohácsi Cselevölgyi Szent Miklós vízi és taposómalom tulajdonosát és építtetőjét, aki nem csak az épületet állította helyre, de a vízügyi levéltárból kikutatott adatok alapján a vízikereket és a korábbi 3 darab őrlőberendezésből egyet újjá is építtetett. Emellett egy korhű taposómalom megépítésével tetézte eddigi értékőrző misszióját. Az elismerés kapcsán a következő gondolatokat fogalmazta meg Bugarszky Norbert. Nagy megtiszteltetés volt, és igazából nem is tudtam ezzel mit kezdeni, hiszen amikor próbáltam utána járni, hogy ez milyen díj, milyen kitüntetés, az a Pro Architektúra, akkor furcsa volt, mert ugye nyilván építészeti díjról van szó, és azért hát valljuk be, nem vagyok építész. Tehát először így gondolatilag furcsa volt, de nagy megtiszteltetésnek éltem meg. Emlékeim nem csalnak, mi már 15-20 évvel ezelőtt is interjúztunk, még pedig kint Majson, a helyi szerb templom kapcsán. Már akkor érdekelt fiatal emberként gyakorlatilag az épített örökség. Igen, hát ez talán 17-18 éves koromban kezdődött ez a szerelem. Valahogy az Úristen nekem ezt osztotta ki, hogyha valami rossz állapotban van, vagy válságos az állapot, ami műemlék tekintetében, tehát mindenképpen épített örökségről beszélünk, akkor valahogy ezek a dolgok engem megtaláltak. Legyen ez a Majsi templom, a Mohácsi szerb temető kápolna, vagy úti keresztek, valahogy úgy aztán a vízimalom, tehát most már egy 5-6-ot föl lehetne ilyet sorolni, hát nekem ez jutott, de nem bánom igazából, ez tök jó. Itt a hosszú évek alatt volt-e olyan érzésed, feelinged, hogy Don Quixote-ként harcolsz ezért a malomért? Nem, mert Don Quixote az egyedül volt ezzel a harcával, és amikor én elkezdtem a malomnak a felújítását, vagy egyáltalán a környezetének a rendbetételét, akkor szinte az első perctől kezdve akadtak segítőim, és az nagyon sokat nyomott alatba, hogy ezt sikerült igazából néhány eszendő alatt megcsinálni. Tehát nyilván nem vagyok annyira szerintelen, hogy nem mondjam azt, hogy nem kellett az, hogy én ott legyek, vagy a családom ott legyen napról napra, hétről hétre, de hogyha nem lettek volna támogatóink, segítőink, és ott a támogatók alatt is vagy fizikai segítőt értek, vagy olyat, aki cseréppel, homokkal, mészsel, vagy malomkővel, vagy ma reggel például malomkővágó csákányokat kaptam rendékba tökött, tehát ha ilyenek nem lettek volna, akkor azért ez nem jöhetett volna így létre. Milyen állapotban volt ez a malom, amikor először rápillantottál és végül is döntést hoztál, hogy neked ezzel foglalkoznod ki? Hát amikor először rápillantottam, akkor a döntés, nem voltam még döntés közeli állapotban, ez egy rom. Tehát ugye a 24 darab vízimalomból, ami valaha a Mohácsi cselepatak mentén dolgozott, 23 teljesen elpusztult. És ez az egy malom is olyan állapotban volt, hogy valaha volt összes épület, itt 4-5 épület volt az udvarban, ezekből majdnem minden megsemmisült, egyedül a malomból egy torzó volt, tehát néhány fala még ott meredezett az égbe, tető már nem volt rajta, tehát mindenképpen egy teljes pusztulásra ítélt romnak tűnt,
talán pont ez indított el, meg az a gondolat, hogy ez az utolsó vízimalomnak a romja, az utolsó vízimalom helye, tehát ez volt az a szikra, ami elindított ezt az ügyet, ami lángra gyújtott, hogy próbáljunk ezzel valamit kezdeni, próbáljunk megóvni legalább a romokat. Ez a kezdő a lépés. Tehát amikor így komplexen átgondoltad, hogy mit kéne cselekedni, akkor ilyen első lépések ugrottak be elsőre, tehát nem láttad még magad előtt komplexen felújítva ezt a malmot? Nem, semmiképpen nem. Ez többször megkérdezik tőlem, hogy mi indított el ebben is, ugye ahogy az előbb mondtam, az az eszmeiség, vagy ez a gondolat, hogy a malomipar, a molnárság Mohácsról kiveszik ennek a malomromnak a pusztulásával, de messze nem mertem arra gondolni, hogy ezt valaha föl tudjuk újítani. Tehát az akkori gondolat arra korlátozódott, hogy a malomromot óvjuk meg, Aquincumban se építik vissza a római emlékeket, vagy egy árpádkori templom fél állapotában van tető nélkül, meg falak nélkül, azt is szokás visszaépíteni. Tehát a roma mentésből indultunk ki, az, hogy ez tovább lendült, ez mondom, nagyban köszönhető a környékbelieknek, hiszen amikor az ember kap egy cseréfelajánlást, vagy egy teherautó nyitéglát odaborítanak az udvarára, akkor kicsit bátrabb lesz, és akkor egy következő lépés fölmerült, egy azt követő. Tehát igazából nem egy eltervezett projekt ez. Ha ezt elterveztük volna, és tisztességesen, ahogy illik, beköltségeltük volna, akkor ennek nem szabadott volna nekiállni. Tehát semmilyen észérv nem szólt az mellett, hogy ezt megcsináljuk. Ez volt a titka az egésznek, hogy mindig csak egy lépéssel tekintettünk előrébb. Mondhatom azt is, hogy addig nyújtózkodtunk, ameddig az aktuális takaró ért, és ez egy ilyen folyamatot indított el, ami aztán 3-4-5 év alatt meghozta a maga eredményét. Mennyire ástad be magad a történelembe és egyáltalán a malmok világába? Gondolom, böngészted a Google-on keresztül az internetet, akár malomkerekek tekintetében, akár a taposó malomkerekek tekintetében, ahol lépéseket tettél és értél el eredményeket. Itt azért kellett egy tárgyi tudás. Igen, ez két irányú volt. Egyfelől vonzott az, hogy minél többet tudjak meg a mohácsi malmokról, hát hiszen a mohácsi malmok, amiben volt közel 50 darab, ugye a dunai hajómalmokat is ideértve, ebből ez az utolsó. Tehát, hogy ezeknek mi a története, és nagyon nagy meglepetés volt, szinte könnyű volt kutatni, hiszen Moros Sanyi bácsi, ugye, és a többi mohácsi helytörténeti kutató, az sokat segített nekem, hogyha malmos dolgaik voltak, azokat a rendelkezésemre bocsátották, és egy olyan történelmi távlat nyílt meg, ami nagyon varázslatosan tette ezt az egészet. 1300-as évek óta említik ezeket a malmokat. Tehát ez nagyon kemény, amikor az ember ott áll egy épületrom előtt, és akkor azt tudatosul benne, hogy jó, de ez egy 700 éve itt lévő létesítmény, vagy 700 éve itt már éltek, haltak és dolgoztak emberek. Ez az egyik része, és a helytörténeti vonatkozása. A másik egyfajta felelősség, hogy amikor elkezded csinálni, és jönnek a látogatók, akkor ők szeretnének tőled valamit hallani. És az ember hogy elkezdi mondani, hogy hát igen, ez egy malom, meg így működött, de akkor kérdeznek, és akkor ott az válaszolni kell, ott nincs a pelát, és nem lehet mellé beszélni, mert nem tudhatod, hogy aki veled szemben áll, az van-e bíre tárgyi tudással. Tehát akkor az embernek utána kell járni, hogy akkor mit lehet tudni a malmokról, hogy működtek a vízimalmok, mik a malomkövek, miből volt a malomkő, nagyjából milyen élet zajlódott a malmok környezetében, és tök érdekes, hogy nekem is vannak olyan felfedezéseim, egyrészt, hogy látogatók is tanítanak, ez nagyon jó dolog, hogy legalább annyi információt kapok a hozzánk betérő látogatóktól, mint amennyit én ott átadok nekik, tehát egymást tanítjuk. A másik pedig az, hogy egy csomó olyan dolog volt, amit 4-5 évig mondtam teljes meggyőződéssel, és kiderült, hogy nem úgy van. Mondjuk két példát mondok, őrlési idény. Hogy amikor a gabonát learadták, és az emberek elkezdtek járni a malomba, akkor biztosan, nem tudom én, nyár végén, ősszel nagyon nagy feladat volt az őrlés, és aztán az év többi részében nem volt. Ez nem így van. Nagyon egyszerű magyarázat van rá. Hát a liszt az elég hamar megromlik, a buza állapotában meg évekig, évtizedekig, évszázadokig eláll. Tehát szinte év folyamán sorozatosan is többször jöttek a gazdák őrölni, tehát nem csak egyszer. Ez egy ilyen dolog, vagy hogy miért volt 24 malom a Cselepatak partján, milyen sok kenyeret ehettek a környékbeliek, vagy milyen rettentő nagy gabona termesztés volt, és hát itt a Duna a megoldás. Hát a kereskedelem, itt az évszázadok óta volt gabona kereskedelem, tehát ezeknek a malmoknak egyfajta feladata volt a kereskedelmi célú kiszolgálása, nem csak a Sombereki Józsi bácsinak a gabonáját megőrölni, hanem a Dunán hajón hozott gabonát is, 200 évvel ezelőtt is. Tehát ezek például olyan dolgok, amik menet közben így megvilágosodtam, rájöttem, hogy hát azért vannak ilyen gazdaságtörténeti összefüggések is. Az embernek e tekintetben is utána kell járni a dolgoknak. Épített örökségről beszélünk, de mégiscsak az emberekről, a közösségről beszélünk, hiszen egy olyan közösségi tér jött itt létre, amely az év meg annyi alkalmával fesztiváloknak ad helyet, rendezvényeknek ad helyet, találkozóknak, ahol összejön a közösség. Igen, furcsa
saját magam megélni, hogy ilyen 20 éve zajló épített örökség mentés után egy picit nem az, hogy fordulok ettől el, mert ezt így túlzás lenne mondani, de hogy a hangsúly máshova terelődik. Régen azt tartottam valaminek, hogyha egy műemléket megmentünk, felújítunk, visszarakjuk a falait, újba bevakoljuk és lemeszeljük és van retetet, és hurrá, de ügyesek vagyunk, megmentettük az épületet. És most kezdek arra rájönni, így 40 évesen, hogy legalább ekkora feladatot tartalommal megtölteni. Tartalommal, emberekkel, közösséggel, mert ugye utána most egy templom erre nagyon jó példa. Föl lehet újítani egy templomot, de ha nincsen élő közösség, aki ezt a templomot használná, akkor az a templom arra van ítélve, hogy a felújítás másnapjától újból avuljon. És megint kezdjen el pusztulni, és persze időre vissza kell hozzá térni, de nincs az a közösség, aki azt magáénak érzi. Tehát a közösség az egy fontos dolog, és a Malomban pont azt élem meg, hogy ugyan nem az őrlető gazdák jönnek hozzánk, és azok állnak sorba, de a látogatók, a malomipari szakemberek, a műemlék szerető emberek, az örökségvédelem irányítottak, jönnek hozzánk, és ők teszik fenntarthatóvá az egészet, gazdaságilag is fenntarthatóvá, meg egyáltalán lelket hoznak a Malomba. Jó eső érzés egy ilyen diát átvenni, ez egy visszacsatolása több évtized munkája után? Mindenképpen az, igen. És tényleg azért furcsán éreztem magam, nagyon megtisztelő volt, hogy az országgyűlésben, a parlamentben, a vadászteremben volt a díjátadó, és nagyon neves építészek, és olyan körben kaptam a díjat, ahol így elsőre úgy idegennek éreztem magam. Ugye építetőként kaptam ezt az elismerést, tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy jogos, mert tehát nem tervezői, meg építészi minőségemben. Viszont nagyon jó volt utána beszélgetni az államtitkár úrral, aki kibontotta, hogy ő nekik miért volt fontos, hogy ez a műemlék díjban részesüljön, vagy ez a műemlék felújítási akció. Ő azt mondta, hogy ez egy példa. És ez tök jó volt, mert ő fogalmazta meg szavakkal, mert ott a laudációban elhangoztak szép és érdekes és hivatalos gondolatok, de azt mondta, hogy őnek egy olyan muníciót adtunk, talán évtizedekre, amire tud hivatkozni, hogy nem kell berezelni, hogyha valami kilátástalannak tűnik. Mutatta a mobilját, hogy tudok mutatni fényképeket, hogy nézzétek meg, ebből ez lehet, van egy közösség, van egy ember nyilván, aki elintett az egészet, és van egy közösség, aki magáénak gondolt, és lám, újjá tudott születni. Építészeti minőségében, meg szellemi tartalmában is. És azt mondta, hogy ez volt az, ami miatt ők ezt a 40 vagy 50 darab ilyen felterjesztésnél a legfölőre tették, és azt mondták, hogy ez legyen benne a díjazottak között, mert úgy gondolják, hogy ez egy olyan ügy, amivel lehet majd példálózni. És ez tök jól hangzott, mert ez így hiteles. Így már értem. Nehéz és felelősségteljes munka az értékőröké és az építészeké, hiszen az ő alkotásaik nem csak néhány évre szólnak. Egy építészeti alkotás, egy felújított vízimalom többet mond saját magánál, egy kor és a társadalom tükre is egyben. M. Bugarszky Norbert kisebb csodát tett a Szent Miklós vízimalom egykori romjánál. Ideje volt, hogy nem csak helyben, hanem állami szinten is elismerjék kitartását és múltunk iránti alázatát. Fával és fémmel is szívesen dolgozik Englert Antal, mohácsi busómaszkfaragó népi iparművészmester. A maszkok mellett veterán kerékpárok sokasága lelhető fel udvarában. Ismerkedjenek meg vele közelebbről. A mohácsi születésű Englert Antal már gyermekkorában közeli ismeretségbe került a népművészettel és a busómaszkfaragás fortéjaival. Szemléletét, látásmódját, formavilágát nagyban befolyásolja és alakítja az általa hűen őrzött népi kultúra. Saját készítésű maszkjaival rendszeresen meghívott vendége hazai és nemzetközi kiállításoknak, rendezvényeknek. Maszkjai világszerte ismertek, múzeumok, gyűjtemények kiállítási anyagai között őrzik az általa faragott és elkészített busómaszkokat. Englert Antal hobbija nem csak a maszkfaragásra, de a kerékpározásra is kiterjed. Magyarország első veterán kerékpár kölcsönzőjének létrehozása az ő nevéhez kötődik. Korábban praktikusságban, később pedig már szenvedélyből gyűjtötte és gyűjti ma is a veterán kerékpárokat. Kézművesként hamar elsajátította a fém megmunkálás és restaurálás fortéjait, így az általa megszerzett régiségeket saját kezüleg újítja fel, s teszi különlegessé. Gyűjteménye jelenleg mintegy 100 darabból áll, ismerkedjünk meg közelebbről a fém és a fa mesterével, Englert Antallal. Nagyon nagy szerencse, hogy ez szerelem. Igazából a művészet az egy olyan érzés, ami az embernek nagyon sok jót ad. Szorosan tervezek, de mindig nagyon jó programokat választok ki. A bringázás kikapcsolódás, a faragás kikapcsolódás szerelem. Nagyon sok meghívásom van mind a két területen, és tudok válogatni. Úgy osztom be az időmet, ahogy nekem jó. Ebben ez a szép.
ez az igazi szabadsága. Maszkfaragásról beszélünk, ez egyfajta hittel töltött tevékenység. Eltelt egy csomó idő, most már 59 éves vagyok, rájöttem, hogy a hit az nagyon fontos, a saját hitem is, meg általában a dolgokba vetett hitem is. A bringázáshoz is hit kell, tehát az, amikor mondjuk egy Balatonkört letekerünk, azért az 210 kilométer, az el kell hinni, hogy végérünk azon. És nagyon nagy élmény, amikor megszületik egy alkotás, vagy megszületik egy nagy teljesítmény, én kölyök koromban azért válogatott sportoló is voltam, tehát a fizikai terhelés is nagyon fontos számomra, ezt a bringázásban élem ki. A maszkfaragásban pedig azt a saját világot, azt a hitvilágot, amit én megélek, azt próbálom átadni. Így mind a kettő szépen kiegészíti egymást fizikailag és szellemileg is. Nagyon érdekes, én sokáig a vassal haragban voltam, hideg, rideg, merev dolognak tartottam. A fa az egy meleg, az egy jól alakítható, jó szaga van, jó tapintása van, izgalmas rajzolata van, változatos. Nem nagyon foglalkoztam vasakkal. Fával dolgozni azért is külön élmény, mert hatunk egymásra. Azért egy fahiba az el tudja vinni az előzetes elképzelést. Azért egy olyan forma, ami nem adja meg magát rendesen, azon jó dolgozni. A vasnál ugyanez a szépség akkor jön elő, amikor régi mesterek kezemunkájával találkozom, és nem értem, hogy tudták ezt megoldani, hogy csinálták meg azon a fokon, és addig próbálgatom, amíg valahogy sikerül összerakni, amíg meghozza azt a sikerélményt, amit bízom benne, hogy az elődeimnek is megadott. Az első kerékpáramat azt ajándékba kaptam a családomtól, hosszú ideig tartott, amíg felépült, és öreg vas volt. Egy öreg vas volt. Nem volt tele érzésekkel, nem volt tele tervekkel, egy öreg vas volt. Aztán van egy őrült barátom, aki bringázik, és azt mondta, akkor teljesítsünk is vele, menjünk. Mentünk, és akkor volt egy saját élményem. Aztán azóta ez annyira kinőtte magát, hogy közös tekerések, az országban több ilyen őrült van, aki gyűjti, és használja is ezeket az öreg kerékpárokat, teljesítménytúrákat teljesítünk, csinálunk. És azért nemzetközileg is sok őrült van, azért egy Párizs-Rubét is elmentünk és tekertünk, azért ami rajtam van póló, például ez egy horvát tekerés volt, ahova meghívtak. Nagyon fontos, hogy egy közös élményt élünk meg. Azon a világon keresztül, hogy el is felejtjük, hogy vasakon ülünk, el is felejtjük, hogy ez egy technika, hanem az emberek kapcsolatán keresztül egy új világ nyílik meg. És így eljutottunk oda, hogy a vas is egy nagyon nagy örömszerző forrás lehet, főleg akkor, ha büszke lehetek rá, hogy az én biciklim az egy különleges gyártmány, egy különleges évjárat, és dicsekszünk egymásnak. Beszélünk 50-es, 60-as évekről. Az emberről kell beszélni. A maszk egyidős az emberiséggel. Ahogy az emberi tudat fejlődött, úgy alakult, szűkült be a hitvilág is, és akkor jött be az istenhit. De a maszkok minden népcsoportnál léteznek. A maszkban az a nagyon erős, hogy az egy közös tudás, az egy közös erő. A busó maszk is sokkal régebbi, mint amit írásosan tudunk róla. Ami ott a rögzített anyag van, és az is ugye ősinek számít, annál sokkal, de sokkal messzebb vannak a gyökerek, és a homályba vesznek. Nem pontosan ismerjük. Amit már mi ismerünk, az valóban Mohácson alakult ki, de az már egy keverék, az már egy látványvilág inkább, az már művészkedés. A bringáknál is ugyanez van, hogy meglepődnek azon, amikor olyan fotókat teszek fel a csoportba, hogy ugyanolyan típusú varógép, például egy Adler varógép, egy Adler kerékpárral. Vagy egy Opel kerékpár, egy Opel varógéppel. És akkor állnak, néznek, hogy ez nem létezik, hát hogyan? De ahogy fejlődött a technika, ügyeskező emberek, műszerészek gépeket gyártottak. Ma is van a legnagyobb automárkáknak reklámbiciklije, a Mercedesnek is akár. Nagyon izgalmas, hogy ez az alakulás, ez datálható-e vagy sem. Szerintem nem, mert most találnak ki olyan műszaki megoldásokat a versenykerékpározásban, amit én egy 1920-as Triumph kerékpáron már látok, hogy aszimmetrikus a váz. Úgyhogy a történelem ismétli önmagát, ameddig látunk, azt tiszteljük, becsüljük, de ezek sokkal régebbi dolgok. Addig jó, amíg az emberi alkotásokat lehet azonosítani magával az alkotóval, az emberrel, mert akkor valamiféle sajátosság, egyediség tükröződik. A mai modern világban ez a tucat termék, ez a minden a gyárból jön, nem is igazán tetszik senkinek.
A maszkoknál valóban felismerhető, hogy ki készítette, de ahogy mondtam, ezek nagyon régi dolgok, az a jó, ha nem tudom, hogy ki készítette. Az igazi ereje abban van, hogy átváltozhat, átalakulhat valaki, eltűnhet a valóságból, és tiszteljük, becsüljük, elhisszük, hogy erősebb az átlagnál. A kerékpároknál is elsősorban ipari termelésről beszélünk, pedig nem igaz, valamikor magának készítette például a versenyző is a kerékpárját. Megvoltak a maga kis tikliei, hogy hogy jut egy kis előnyhöz. És amikor mondjuk a Csepel kerékpárról beszélgetünk, akkor tudjuk, hogy annak az elődje a Weiss Manfred gyár. Na de előtte nem volt kerékpár. És akkor kell beszélgetni ugye a nagy versenyzőkről Magyarországon. És amikor azt mondom, hogy nekem olyan biciklijeim vannak, olyan kerékpárjaim vannak, amiért nagyon-nagyon-nagyon irigyelnek egyébként. Azon saját nyakcímke van, amivel azonosította magát, azon saját kialakítású csavarok vannak, annak a mérete egészen más, egyedi, a váz kialakítása egészen más, és ez az igazi erő, amikor egymás ellen úgy versenyeztek, hogy ugyanolyan anyagból, ugyanolyan gondolatisággal, mégis egész más úton, de fejlődést értek el. Én imádom ezeket a tárgyakat, a maszkokat is, a bringákat is. Pontosan azért, mert hogyha egy Bécs-Ferenc kerékpárról beszélek, akkor Bécs-Ferencről beszélek, az ő szellemiségéről beszélek. Nem csak a tárgyról. Ha egy maszkról beszélek, és a barátomnak a maszkjáról beszélek, akkor róla beszélek tulajdonképpen, nem csak egy tárgyról. Számomra nagyon erős mondjuk a fiamnak készített maszk. Nagyon erős a legjobb barátomnak készített maszk. De nem hoznám őket értékben sehová egymás mellé, hanem azt mondom, hogy az adott pillanatban, az adott érzésnél az a legfontosabb. Ugyanakkor azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon büszke vagyok rá, amikor mondjuk az 1900-as évekből van egy kerékpárom, vagy másnak nincs. Vagy amikor mondjuk a fiamnak a maszkjait úgy építettem, hogy most már azt mondom, hogy a 7 vezért alkotom meg. 7 olyan különleges tárgyat adtam neki, amit biztos, hogy nem tudok megismételni, és amit csodálnak, aminek a titkát keresik. A pillanat kuriózuma fantasztikus. Hát büszke vagyok rá, hogy a maszkokkal úgy találnak meg a világ minden tájáról, hogy fogalmam nincs, hogy mi alapján válogattak ki, de meghívásaim vannak nagy nemzetközi világszervezetekhez. És ott olyanokkal találkozom, akik előtt, nem tudom, tehát hétrét görnyedve, tisztelettel közelítem meg őket, mert egyetemi tanárok, mert olyan szobrász művészek, akiket én csak csodálni tudok. Aztán barátságok lesznek ezekből a dolgokból, és örülök neki, hogy ő is tudja tisztelni az én tevékenységemet. Felsorolhatnám egész Európát, hogy hol nem jártam már meghívással, de azért vannak olyan kuriózumok, hogy mondjuk Törökországban meghívtak, vagy legutóbb Kínában voltam. Kínában nagyon érdekes, hogy megdöbbentem azon, hogy egyszerűk is emberkék, és csak géppel dolgoznak. És 10 nemzetközi mester volt a világ különböző tájáról, és 10 hazai. És dolgoztunk, és úgy nézegettük is egymást, hogy mi ebben a faragás? És a végén kiderült, amikor az értékelés volt, hogy odahozták Kína egyik legnagyobb elismert művészét, mesterét, végén kiderült, hogy ők valamennyien egyetemi képzésben vesznek részt, náluk a faragás nem olyan, mint nálunk, hogy néphagyomány, és akinek kedve van, neki áll, nagyon szigorú, nagyon protokoláris képzésen mennek keresztül, hogy egyáltalán megjelenhessenek. Hát ez volt a döbbenet számomra. Nagyon érdekes történések zajlanak egyébként, és az ember néha azt se tudja, hogy mi alapján, hogyan keverednek ide a világ különböző tájára különböző emberek. Egyszer készült egy YouTube-on is leadott riportfilm az öreg kerékpárokról. Nagyon jól sikerült, mert nagyon sokan jelezték vissza, hogy láttuk, nagyon sokan jelezték vissza, hogy érdekelne, mikor lehet megtekinteni, és egyszer kaptam egy e-mailt, amelyben egy anyuka azt kéri, hogy a fiának születésnapjára lehetne biztosítani egy kerékpár megtekintést. És nagyon megdöbbentem, mert nem értettem pontosan, hogy miről akar beszélni. Természetesen állok rendelkezésre, és aztán megjelentek itt nálam az egész család, kísértek egy 18 éves fiatalembert, aki ennek a riportnak a kapcsán fertőződött meg az öreg kerékpárok szeretetével. A mai napig tart egyébként a kapcsolat, kéri a tanácsaimat, és most már neki is van 3 bringája.
Englert Antal kerékpályai kölcsönözhetőek, így hát mindenki számára elérhető a régi korok emlékeit idéző hangulat kipróbálása, hozzákötődő élmény megszerzése. Sőt, a kellemest a hasznossal összekötve megtekinthetjük műhelyét és alkotásait. Megismerkedhetünk filozófiájával, az életről és a művészetről alkotott világképével. Sajátos életmódja sokunk számára jelenthet iránytűt és eligazodást kusza világunkba. Ha ide belép valaki, akkor először a döbbenet. Olyan mennyiségű furcsaság van, amit nagyon nehéz feldolgozni első pillanatban. A terv mindig az, hogy körülbelül fél órát töltenek el itt egy csoporttal. Hát ez másfél órára szokott sikerülni, és úgy kell kitolni őket a kapun. Ugyanis a kapcsolat a lényeg. A tárgyakon keresztül egy csomó gondolat indul el. A tárgyakon keresztül egy csomó értéket ismerünk meg. És rájövünk arra, hogy nálunk is egy csomó érték van. És ez közös nyelv lesz egyszer csak. Én kaptam már Esztergomból kerékpárt ajándékba, mert olyan őrült vagyok, és akkor a papáját elküldték. Vagy legutóbb, amikor egy olyan faragóval találkoztam, aki nekem nagyon sokat jelent egyébként szakmailag, de itt értettem meg, hogy ő neki nem kell maszkot faragni, mert nem abban a világban él. És akkor odaadt az egyik faragókését ajándékba. Ezek hihetetlen dolgok. Különleges horgás stílussal és az olaszító rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a folytatásban. A féderhorgászok egyik kedvelt helye ezúttal is bizonyította létjogosultságát. Idén már a 11. Fiderhorgászversenyre került sor a festői környezetben elterülő olaszi tavon. A víz körül serénykedő horgászok nagy tapasztalattal tették a dolgukat a könnyűszerelékes verseny alkalmával. De nézzük az alapokat, mit is jelent ez a különleges horgászmódszer. A fiderezés egy olyan rövid idejű, többnyire csupán néhány órás finomszerelékes horgásztechnika, amely során a fő célkitűzés a halfogás. A kiszemelt halak lehetnek keszegek, kárászok és persze pontyok is. A horgász számára a kapást a meggörbülő érzékeny bocspic jelzi, amelyre a bot mögött ülő horgász azonnal bevágással válaszol. A fideres horgászat elsőprő fejlődéséhez az is hozzájárult, hogy lényegesen kisebb az eszközigénye és jóval kevesebb pénzből is eredményesen művelhető, mint a bojlizás. Mindezt a nagy horgászok belülről eképpen élik meg. Nincsen kapásjelzőnk, maga a bot a kapásjelző, ez a vékony spic. Lényegében teljesen ugyanaz, mint egy hagyományos fenekező horgászat. Komoly szerelésed van. Hát, igyekszik az ember. Úgy tudom, hogy horgászboltban is dolgozol, úgyhogy be is tudod szerezni könnyebben. Persze, ugye? Így könnyebb a beszerzés. Akciósan? Akciósan, igen. Komoly etető szetted is van. Gyakorlatilag mire jönnek a halak? Te mire esküszöl? Hát, ma eddig nincsenek nagyon étvágyuknál. Halas jellegű etetőanyagra jönnek. Uh-huh. A csalit pedig váltogatni kell. A féderezők gyakorlatilag milyen horgászok? Visszadobjátok ki a halat a végén? Hát versenyen mindenképpen, hétköznapokban meg ki így, ki úgy. Enni kell, ugye? Persze, szeretjük a halat azért, szoktunk hazavinni is, de jellemzően azért visszaengedjük. Milyen hangulata van ennek a versenynek? Szerintem teljesen jó baráti hangulata van. Ez a szél, ez jót tesz a kapásnak? Ez a szél, ez jót tesz a kapásnak azoknak, akik hátrébb ülnek. A túloldalon vannak. Túloldalt vagy hátrébb ülnek, mivel hátra sodorja a szél jelenleg a halakat, reméljük majd megfordul és a gát felé is jönnek. Mennyire jó a tó, mennyire vagy megelégedve ezzel a tóval? Teljesen jó. Szeretünk ide járni. Itthon vagy? A környezet. Igen. Szép a környezet, szépek a halak. Szerintem teljesen jó. Mindenki jól érzi magát. A 6. év, amióta olaszon féderkupa van. Ez a 11. verseny, egy tavaszi és egy őszi fordulóból áll ez a rendezvény tulajdonképpen, és ennek van egy vándorkupa része, amit 11 versennyel ezelőtt indítottunk, és még senki nem jutott el odáig, hogy ezt magáévá tegye olyan szinten, hogy háromszor kell megnyernie ahhoz, hogy végleg hazavihesse. Többen vannak, akik már kétszer megnyerték, de harmadszorra még senkinek nem sikerült, úgyhogy továbbra is a vándorserleg él, és ezért a 11. sorozat ez most. Maguk a fiderezők mennyire vannak otthon az olaszi tónál? Mondhatni, rendszeresen visszajárnak-e ide? A mezőny egy része rendszeresen visszajár, a másik része nagyon sokan vannak, akik most először járnak nálunk, vagy először versenyeznek nálunk, és itt próbálják meg egyből élesben megmérettetni magukat. Szeretitek népszerűsíteni is a fiderezést, hiszen volt itt már fider világbajnok is ennél a tónál. Ez így igaz. Az, ha jól tudom, talán ti is itt jártatok akkor, amikor Erdei Attila 2012-es fider világbajnok nálunk járt, és itt horgászott nálunk.
Nem már egy kicsit promotálni mindezt, egy kicsit bereklámozni? Nem, már csak azért sem, mert ő nem az a kategóriájú ember, aki ezt promotálja vagy reklámozza, ehhez őt ismerni kell. Maga a fiderezés mennyire elterjedt, mennyire szeretik manapság ezt a horgászt? Legnépszerűbb horgászmódszer per pillanat, úgy gondolom Magyarországon és Európában is. Veri a bojlisokat is? Igen. Mivel másabb egyébként? Azzal másabb, hogy itt pár óra alatt lehet nagyon komoly eredményeket és nagyon szép fogásokat elérni, szemben egy bojlis horgászattal, ami napokat igényel. Úgy tudom, a bojlisok azok kimondottan a pontra mennek, itt pedig gyakorlatilag minden halat ki lehet fogni. Igen, de a féderes horgászok nagy része is inkább most már pontra horgászik. Hiszen ez a fő halunk, és nagyjából a magyar ember ezt ismeri. Van is bőven a tóba pontyból? Mondjuk úgy, hogy akad. Milyen halatok van még? Tulajdonképpen minden fogható és magyarnak nevezhető, vagy őshonos, vagy nem őshonos, ez most ugye egy sarkalatos kérdés itt Magyarországon, de szinte mindenből található a tóban. Népszerű tó az olaszító? Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek azért igencsak felfuttatták ezt a tavat? Én remélem. Honnan jönnek általában a horgászok? Hát mondjuk úgy, hogy Baranya-Tolna megye. Akár. Tehát távolabbról is. Nyugodtan távolabbról is. A horgásznak nincs távolság. Milyen sűrűn telepítitek ezt a tavat? Teljes mértékben változó. Nem tudok nyilatkozni erről, mert... Úgy olvastam, nemrég volt például telepítő. Ez így van, múlt héten történt ez, ennek semmi köze nincs igazából sem a versenyhez, sem semmi máshoz. Ahogy a hal fogy, úgy próbálunk telepíteni. Meddig tart általában a szezon? Hát ez szintén megint egy nehéz kérdés, időjárás függő. Hát ez a jó idő, ez jót tesz mindenképpen a horgászoknak? Hát jót tesz a horgászoknak. De volt már ettől sokkal rosszabb őszünk is, sőt, volt már nagyon sokkal rövidebb szezonunk is. Olyankor beöltöznek a horgászok, és ugyanúgy kivannak a parton, gondolom én? Nem. Visszahúzódnak? Az emberek kényelmesek, és nem jönnek ki. Csak akkor, ha kellemes idő van. Tehát akkor a telet azt végig otthon töltik, és akkor korai tavasszal visszatérnek? Hát egy-két kivételrel igen. Büszke vagy te erre a túr? Igen. Nagyon szépen rendben van tartva a környék, gondolom ebben azért rengeteg munka van. Nem szoktunk unatkozni, én ezt így szoktam mondani. A Malomvölgyi 2-es tó volt, ahol elkezdtem horgászni. Ott ponyból kevesebb van benne, de kárazból annál több. Ki csábított le először ide az olaszítóhoz? Hát most vagyok itt először, bátyám már volt itt egyik barátjával. És ők ajánlották ezek szerint? Pontosan. Mit mondtak róla, mi volt az erény ennek a tónak, ami ide hozott téged? Azt mondták, hogy sok benne a nagy hal, meg hogy úgy magában úgy jó, meg nem muszáj nagyot dobni, mivel keskeny kicsit a tó, és hogy vannak benne halak. Általában milyen technikával horgászol, ez a fiderezés mennyire jön be neked? Hát én nem nagyon szoktam féderezni, általában nem etetőanyaggal szoktam bedobni, hanem van egy másik fajta csalink, amihez már nem kell annyira. Ez a titok nyitja? Hát sok túlnál ez már bevált, de most nem nagyon kapnak rá. Milyen etető anyaggal dolgozol? Hát én mézessel szoktam általában. Szeretik az édeset? Hát általában beválik. Mi volt eddig a legnagyobb kapásod? Egy 16,5 kilós ponty volt a legnagyobb. Meddig kellett azt fárasztani? Hú, hát egy 20 perc, fél óra körül volt. De megérte, nem? Megérte. Milyen a mostani verseny, milyen a hangulat, a feeling? Nagyon jó hangulat van, meg úgy mellettem is fogják, anyukámat még lejjebb van, ő is nagyon sokat fog. Hát nekem most nincsen szerencsém, de reméljük, hogy tovább lesz. Szerettem volna megpróbáltatni magamat egyre több versenyen. Egyre jobb eredményekkel, egyre jobban sikerülnek a dolgok. Doppingol téged, hogyha egy versenyszerűen horgászol? Tehát van egy kicsit ellenfél is a tópartján? Hát most doppingnak nem nevezni, inkább egy kis tuknak. Hogy azért mégiscsak össze lehet mérettetni olyan emberekkel is a tudásunkat, amivel, vagy akik igazából tapasztaltabbak már, mert ugye versenyre általában olyan emberek járnak, akik tudnak is horgászni elég jól. Hogy eddig a verseny, sikerült-e már szákba egy pár pontyot, vagy más halat beletenned? Hát igazából 2 vagy 3 pontyom van, meg egy mérlegelt pontyom, meg 2 apróbb halam, sajnos ez nem adja úgy ki, hogy terveztem, de hát... De azért még versenyben vagy, nem? Hát még van 2 óránk, úgyhogy még esély megvan rá igazából. Milyen trükköd, technikád van, ami esetleg másoknak nincs meg a jó fogáshoz? Igazából trükköm, technikám nincs, ütemezve metódozok, próbálok egy helyre dobálni minél jobban, ha nincs ott a hal, akkor keresgélem. Csontival dolgozol?
Nem, Csonti csak az etető dobásokban volt benne, nem nagyon rajongok a Csontiért, de más úgy látom, hogy húzgálja vele a halat, úgyhogy még előfordulhat, hogy horogra kerül az is. Mennyire jellemző, hogy te itt vagy ezen az olaszi tavon? Most vagyok itt először. És nem utoljára? Hát nem utoljára, mert a tó maga az tetszik, igazából eléggé hangulatos. Látszik, hogy van benne hal, jó nagy halak is vannak benne, a kicsik is harciasak, tehát igazából szerintem le fogok járni még többször. A párórás verseny alatt azért akadt hal bőven a horogra. A szágban lévő fogást időszakonként lemérték, és a halak már is visszakerültek a tóba. Halbarát sport ez, ahol mindenki jó jár. Az olaszi tavon pedig a mindennapokban is pezseg a horgász élet. Új edzőteremben zajlanak a bói cságáncsozók tréningjei. Kuncsaba mester rövid idő alatt megkedveltette magát tanítványaival. Az eredmények pedig jönnek futószalagon, köszönhetően a minőségi felkészítésnek. Dani, csinálj rendesen! Kuncsaba judómester irányításával két éve folynak az önvédelmi sportág edzései bolyban. A küzdősport szakosztály többi ágához hasonlóan ők is átköltöztek az új edzőterembe, ahol immáron komfortos körülmények között tréningezhetnek. Kezdő és haladó csoportokban folyik itt a munka, összesen 30 fős létszámmal. Nemrég tartották meg a sárga övvizsgákat, így hát sok büszke cselgáncsozója van most a bolyi szakosztálynak. Elég nehéz egy olyan városba egy cselgáncst elindítani, ahol nincs múltja. Mint például Pécsen, ugye, ahol ugye a PVSK és ezek a sportágak, tehát már évek óta a szülőtől a gyerekig átmegy egy teljesen más. Tehát a szülő az elviszi a gyereket, mert ő is már dzsúdózott. Mondhatjuk, akkor te egy úttörő szerepre vállalkoztál? Igen, igen, elég nehéz egy úttörő szerep. Így van, így van. Mennyire jött be ez a két esztendő? Én azt veszem észre, hogy nagyon jó. Tehát egyre több gyerek érdeklődik a dzsúdó iránt. Először olyan 10-12 gyerekkel kezdtük el, és most már 30 gyerek van. Most már két külön, tehát vannak kezdők és vannak haladók. Akkor a haladók milyen szinten vannak ma meg? Hát a haladók azok sikeresen elvégeztek egy citromsárga ővizsga, 5 Q vizsgaanyagot. Mit jelent ez a mindennapokban? Ez a mindennapokban azt jelenti, hogy tehát ők már egy haladó dzsúdósok, akik különböző dobásokat, különböző földharcelemeket ismernek. Ezeket be is kell mutatni a vizsgálkamára? Igen, természetesen be kell mutatni, igen. Mindenki vette az akadályt? Igen, mindenki vette az akadályt, hiszen elég sokat gyakoroltunk, mert ugye a régi teremben ott nem akartuk megtartani ezt az övvizsgát, mert olyan voltak a körülmények. De ebbe az új teremben, ebbe a gyönyörű teremben, ugye már lehetett csinálni egy gyönyörű övvizsga bemutatót. Nem akarok senkit elkeseríteni, hosszú lesz azért, és rögös az út még a fekete övig. Hát igen, igen, nagyon nehéz lesz. Hát ahhoz egy pár évet kell, mert ugye, mint tudjátok, hogy minden övvizsga, tehát hogyha citromsárga, narancssárga, zöld, kék, tehát minden övvizsgánál van egy idővalunk, tehát el kell tölteni egy 2-3 évet, hogy a következő övvizsgához felkészüljön a gyerek. Hogy tennek itt a mindennapok az új edzőteremben? Mennyire dobta föl lelkileg a társaságot, hogy új helyre kerül? Nagyon, nagyon földobta, tehát nagyon egy csodálatos dolog. El sem tudom képzelni, mert ugye, mi tudod, Siklóson is edzősködtem nagyon sokáig, és ott is ugyanezek a problémák voltak. Az edzőterem hiány, a különböző öltöző problémák, meg minden, meg hogy minden más sportág egy helyen volt. Például úgy képzeld el, hogy volt, amikor a focistákkal együtt edzettünk, egy paraván választott el minket, ott kiabáltak, itt még nem tudtam edzést tartani. Itt meg megvan a lehetőség. Fantasztikusan jó. Ez a gyerekekre is ráragad? De szóval a komfort érzet az átjön az edzés minőségén is? Természetesen igen, átjön. Természetesen az, hogy nem kell folyamatosan lerakni a szőnyeget, nem kell egyéb dolgokat, hanem szinte kézbe, bejövünk a kézbe. Ez egy csodálatos dolog. Kiből lesz cselgáncsozó? Aki szeret a küzdősportágokat. Tehát azt mondom, hogy minden gyerek valamilyen sportágot el akar kezdeni. És én azt mondom, hogy akiket megérint ez, hogy ugye fehér ruhába
itt vannak edzésen, azok jönnek és csinálják és szeretik. Misztikus dolog ez? Egy kicsit igen. Mennyiben változott a sportág az elmúlt években? Úgy tudom, hogy itt is azért finomítottak a úgymond board részéről, akik meghatározzák a szabályrendszert. Természetesen nagyon sokat változott. Mondhatom úgy is, hogy a challenge, nem csak a challenge, csak a küzdősportok is változnak. Tehát egyre több küzdősport jön be Magyarországra, egyre több küzdősportot művelnek. És ezért a judónak is mindenképpen teret kell, tehát hogy mondjam. Tehát nagy úgy, a verseny? Nagy a verseny, így van. Tehát rengeteg sportág jött be Magyarországra, és nem csak Magyarország, az egész világon. És a szabályrendszert, az folyamatosan a Nemzetközi Judo Szövetség, az folyamatosan változtatja. Azért, hogy eladhatóbb legyen ez a sportág. Mondj egy-két változást, ami mondjuk régen nem volt, most pedig felelhető a szabályokban. Hát például régen ugye a dobásoknál volt koka, juko, vázári, ipon. Most már nincs. Most már csak vázári és ipon értékű dobások vannak. Tehát leegyszerűsítették a sportágat azért, hogy a nézők meg az emberek szemébe nézhetők legyen. A dobások és az esések sportága, nyugodtan nevezhetnénk így. Hát nem mindegy, hogy ki hogy esik, és gyakorlatilag mekkora sebességgel ér talajt. Természetesen ugye nálunk ugye a pici gyerekeknél az a trendi, hogy ugye mikor eljönnek először edzésre, akkor az a legfontosabb, hogy megtanuljunk esni. Tehát mi azzal kezdjük, tehát esésgyakorlásokkal, és utána kezdjük el az először a földharcot, és utána már, hogyha már kicsit gyakorlottabb lesz a gyerek, akkor már különböző dobásokat is, és akkor elkezdhetjük az igazi küzdelmeket. Amikor a mester valakinek megfogja a grabancát, az már repülés? Nem. De értékelik, amikor egyszer-kétszer megdobom őket. Finoman, ugye? Finoman, természetesen. Kiket igen. Vártok ide az edzésekre a következő időszakban, hiszen nyitott az ajtó, nyitott a kapu, továbbra is várjátok azokat, akik szeretnének cselgáncsozni. Természetesen mindenkit várunk, minden boly és boly környékű településeken, bárki jöhet. Tehát az a lényeg, hogy amikor elkezdenek ide jönni edzésre, akkor megtanulnak esni. Nekem van pici óvodásom is, aki alig most kezdett el járni, és már jön a cselegáncszőnyegre, és megtanul esni, és utána meg folyamatosan fejlődik. Tehát ezt én látom. Mikor vannak az edzések, mikor érdemes, hogy mond, időt találni arra, hogy ide betévedjen? Kedden és csütörtökön 17:30-tól 18 óráig, és a nagyobbaknak, akik már haladók, azok 18-tól 20 óráig, tehát 8 óráig. Mennyit kell edzeni majd ahhoz, hogy válogatott sportolók legyenek? Az nagyon nehéz. Ahhoz először is sokat kell gyakorolni, és olyannak kell lenni, aki nem csak itt az edzésen, hanem fönn a versenyen is fölkészül már arra, hogy tehát van olyan típusú gyerek, aki tud versenyszerűen, valaki meg fölmegy a versenyre, és sajnos nem tud versenyezni, mert valami, tehát ez adottság kérdése. Hány hét hónap telik el ahhoz, hogy valakit versenyre vigyél? Ez teljesen személyfüggő. Tehát azt mondom, hogy a gyerekek, tehát a D-korosztály, az ugye az még nem is judó, hanem játékos vetélkedőnek hívják. Ők bármi, tehát hogyha megtanulnak esni, akkor már nyugodtan elkezdhetik küzdelmet. És nagyon látványos, amikor a pici gyerekek oda jönnek és elkezdik egymást, hogy mondjam, tehát judózni. Megszeretted Bojt? Nagyon, nagyon megszerettem. Csodálatos város. És hadd emeljem ki Bajai Robit, aki megkért arra, hogy kezdjem el ezt a judó szakosztályt. És, nem bántad meg ezek szerint? Nem. Nem. Ez az a lényeg, hogy itt egy kézbe, tehát egy olyan dologba kerültem, hogy nekem semmi más dolgom nincs, csak a gyerekekkel foglalkozni.
és nem azzal kell foglalkoznom, hogy például, hogy terembérleti díj, meg ilyen dolgokkal, ami teljesen, tehát egy teljesen más embert kíván. Az esések és dobások speciális sportága egyre több gyermeket vonz be a bojcsi elgáncsozók közé. Nagyon jó itt a közösség, és hangulatosak az edzések. Kuncsaba mester pedig a minőségi munka megalapozója. Jó kezekben vannak nála a srácok. A következő percekben kineziológus szakértőnkkel, Várhegyi név Fejfer Judittal a Mama Hotelek világát boncolgatjuk. Köszöntöm kedves nézőinket, ismételten az élet dolgaival foglalkozunk, ok-okozati összefüggéseket boncolgatunk kineziológusunkkal, Várhegyi név Fejfer Judittal. Köszöntelek, Judit, szép estét kívánok! Szép estét kívánok, sziasztok! Torinóban minden második fiatal otthon él a szüleivel, vagy éppen édesanyjával, vagy édesapjával, Londonban ez a szám minden negyedik, és Magyarországon is 200 ezer úgymond mama hoteles létezik. Milyen véleményed erről egyáltalán, ez a jelenség mennyire új keletű, vagy mondhatni ez egy régi jelenség, csak most újra felütötte a fejét? Egy régi jelenség egyfajta címkével? Újra gombolva. Ez jutott eszembe, hiszen... Amikor én kisgyerek voltam, akkor viszonylag gyakori volt, hogy a szülők, az én szüleim és a nagyszülőkkel laktak, tehát hogy ez egy ilyen teljesen elfogadott dolog volt, sőt, talán még egy picit, most azt nem is gondolok ebbe bele, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó, de egy picit ilyen elvárt dolog volt, hogy valaki marad a szülői házba, azt tovább viszik, gondozzák, tehát hogy nekem most ez a Mama Hotel címke, ez tényleg olyan, hogy van egy új hullámos kifejezése ennek, és ettől egy picit ilyen fura, ilyen unszimpatikusnak hangzó, és hogy az ember tényleg újra gondolja, hogy erre mennyire van szükség, ami szerintem jó, de összességében, hogy ez mennyire új keletű, azt nehéz lenne megmondani. Arról nem is beszélni, hogy a mély családok is együtt élnek, mégpedig mekkora populációval. Egyéb iránt pedig ebben is megkülönböztetünk kétfajta korosztályt, hiszen manapság kitolódott eleve a kirepülés időpontja is. A házasságok időpontja férfiak esetében 33 évre datálható, még a hölgyeknél akár már 29-re is. Már eleve van egy ilyen fiatal generáció, aki egy darabig otthon marad. És hát van a másik, aki krízis helyzetbe kerül, és mondjuk már párkapcsolatba élt, és utána hazarepül, úgymond, mert a krízis helyzetnek következményeképpen ott már nem marad, ahol. És milyen szerencsés, hogyha van hova hazarepülni, tehát hogyha van egy biztonságos fészek, és alig kicsit talán megpihenhet. Tehát összességében én ezt nem tartom annyira borzasztónak, mint amennyire mostanában ilyen kicsit ilyen szétszedett téma lett. Sokkal inkább talán azon érdemes az én szempontomból elgondolkodni, hogy vajon van-e valami akadálya annak, hogy ki tudjanak repülni azok a fiókák a fészkükből, és hogyha van akadálya, akkor az egyéni szinten, családi szinten, hogy lehet megközelíteni, hogy lehet közel menni hozzá, hogy lehet egyfajta életre valóságot, biztonságot segíteni a gyermekünknek. Ugye főleg azért ma abszolút divatos az, hogy tovább tanulnak, képezik magunkat, hogy egy picit tovább tudnak gyerekek maradni, és akárhogy is nézem, ezt a mi generációnk, tehát akik most szülők vagyunk, ezt mi hozzuk létre valamiért, és ennek is oka és célja van, hogy miért hozzuk létre a gyerekekkel. Mosolygom magamban, mert beugrott egy film címe és a képek a filmből, Anyám nyakán ez a film címe, és hát végig azon dolgoznak a szülők, hogy miként tudnának már a gyerektől megszabadulni, és találnak egy hölgyet, aki végül is kirepíti a fészekből, és valóban ez egy jellemző kép, tehát egy új életszituáció, egy új kapcsolat, akkor meg is szakíthat egy otthon tartózkodást ez esetben. Persze, hogyha van egy jól előkészített talaj, amiről tényleg csak annyi hiányzik, mint amikor a kacsamama oda billeg a kiskacsáival a hídon, és így belögdösi őket, és hajrá, menjetek. Tehát ha tényleg csak ennyi hiányzik, akkor az abszolút megállja a helyét, tehát jön egy szerelem, vagy egy nagyon jó munka, és a gyerekek szányra kapnak, és eltűnnek az életünkből. De ott akkor van egyfajta olyan önbizalom, olyan biztonság a gyereknek önmagában, ami alapján ezt meg tudja tenni, csak várja a megfelelő helyzetet. De mi van akkor, hogyha nincs? És vajon akkor, hogyha ez nincs, akkor a szülők képesek-e meglátni ezeket a dolgokat, képesek-e újra gondolni ezeket a dolgokat, vagy csak egyszerűen elkezdenek újjal mutogatni a gyerekre, hogy jaj, már nem tud kirepülni.
millennium generáció, Pán Péterek csupa jelzőt kapott már ez a generáció, akik egyrészt visszatértek édesanyjukhoz, vagy éppen a szülői házban, és gyakorlatilag egy új életet kezdenek, hiszen akárhogy is nézzük, ugyanazt a fonalat újra fölvenni nem lehet. Tehát amikor mondjuk 18-20 vagy 30 évesen kirepültek onnan, és hogyha 10-15 éve később visszajönnek, már nem az az életszituáció, nem is gondoskodhat úgy róluk az édesanyjuk vagy a szülők, mint korábban. Hát az biztos, hogy egy nagyon komoly érzelmi érettségre van szükség, mind a két oldalon hozzáteszem, mert hogy az, hogy valami mondjuk újraindul, és mondjuk ugyanabból a helyzetből próbálják folytatni, abban 50% a szülők felelőssége, 50% a gyerek, hiszen itt már felnőttekről beszélünk. Nem, tehát az én pici fiammal, az én pici lányom az már ugye elveszett a maga módján. A maga módján el, és hogy ezt el is kell engednünk, és egyébként nagyon sokat tud jelenteni, hogyha ezeket a kis címkéket, hogy én pici fiam, meg én pici lányom, ezt el tudjuk engedni szülőként, hanem rá tudunk csodálkozni, hogy mondjuk mekkora nagy felnőtt gyerekünk van. De egy picit engedd meg, hogy visszamenjek ennek a sornak az elejére, tehát úgymond az alapokhoz, a gyerekkorhoz, és hogy nézzük meg egy picit azt, hogy hol tud a gyerek talajt veszíteni. Tehát, hogyha mitől nem bízik mondjuk a gyerek önmagában, vagy mitől nem tud bízni a szeretetben, vagy az életben, hogy egy... Nagyon jól észre lehet venni, hogyha a gyerekekkel, mondjuk felnőtt gyerekekkel beszélgetünk, és hogyha megkérdezzük őket, hogy hogyan töltötték, milyen szeretett nyelvben töltötték el a kapcsolatokat, mondjuk akár otthon a családi fészekben, és mondjuk elkezdi mondani egy gyerek, hogy hát én úgy érzem, hogy engem abszolút nem ismertek. Hogy ez mire mutat rá? Tehát az is lehet, hogy egy abszolút szerető családban nől föl a gyerek, viszont a szülők nem képesek túllátni akár a saját szemüvegekön, amin mondjuk szeretnék látni ezt a gyereket, és mondjuk fölcímkézik, hogy milyen tehetséges, milyen jó, milyen ilyen szuper, meg olyan szuper, és közben a gyerek meg azt érzi, hogy ő valaki más. Itt ez egy nagyon érdekes dolog, mert van egy szakadék a gyerek és a szülő között, pedig nagyon szeretve van, mondjuk. És mégis a gyerek nem fog tudni kapcsolódni ehhez a szeretethez, mert állandóan le fog válni, mert azt fogja érezni, hogy nem ismernek engem. Uh-huh. A másik pedig az, amikor mondjuk nem törődnek azzal, hogy a gyerek kicsoda vagy micsoda, vagy mit akar, hanem elmondják neki, hogy ez és ez kell, tehát magyarán rátolunk valamit a gyerekre, és nem foglalkozunk abszolút azzal, hogy szeressük a gyereket, nem fog tudni bízni abba a szeretetbe, abba a kötődésbe a gyerek, és hogyha esetleg mondjuk jól sikerülnek ezek az elvárások, akkor egy idő után viszont a gyerek önmagába nem fog bízni. Tehát lehet, hogy a szülőbe megbízik, a szülőnek, vagy mondjuk azoknak az intézményeknek, ahova jár, óvi, iskola, mondjuk azokat helyezi előtérbe, de akkor viszont a saját érzelem világában nem fog bízni, itt veszíthetjük el először talán az önbizalmunkat. És hogy ezt hova fejlesztjük 20-30-40 éves korunkig, mert azért lássuk be, hogy nagyon sok középkorban lévő ember veszít talajt, és hogy azok azért többségében ide visszagyökerezhetőek, tehát hogy ezeken a dolgokon rengeteg minden múlik. És hogy nem az a kérdés, hogyha ez most már így el van szúrva, akkor ezt most oda-vissza menjünk, és ott helyre tegyük, hanem hogy a jelenben, ahol fölismerjük, ott kezdjünk vele valamit. Akár újra gondolva, akár érettebben, akár egy megszerzett, kialakított érzelmi fejlettséggel, egy alkalmazkodási képességgel, és egyfajta együttérzéssel önmagunk felé, hogy mi is történik az életünkben. Na nézzük a másik példát, amikor idősebb korba tér valaki vissza a családi fészekbe. Említettem a krízis helyzetet, ez lehet egy munkahely elvesztése, ezáltal már nem tudom fönntartani az én lakásomat, lehet ez egy
párkapcsolati szakítás, egy válás akár, lehet betegség bármelyik oldalról, amikor mondjuk egy szülőhöz kell visszatérni, vagy én magam betegszem meg úgy, hogy magamat nem tudom fenntartani. Egy szóval egy ilyen speciális helyzet eredményezi általában ezeket a újbóli visszatéréseket. Le kell-e ezekben a szituációkban már az elején fektetni az új játékszabályokat? Mert hogy nem hazatértem, keresőképes vagyok, én is be tudok szállni a rezsibe, a házi munkából ki tudom venni a részemet. Egyáltalán ebben a szituációban hazavihetek-e bárkit magammal, mondjuk egy új párt abba az új közegbe, az új családi körzetbe? Ezeket azt hiszem mindelőre le kell tisztázni. Hát úgy gondolom, hogy ha mondjuk van egy kellő tisztelet az emberben a saját szülei iránt, vagy önmaga iránt, akkor ezek ilyen evidenciát hoznak létre, hogy enélkül nem megy. Tehát, hogy a kereteket átgondolni, hogy hogyan is tudunk abban működni, ha nem egy hétről van szó, vagy kettőről, hanem hosszabb időről, az nagyon-nagyon fontos. De azért ezt lássuk be, hogy ezek nagyon kényes dolgok, az emberek nagyon nehezen közelítik meg ezeket a letisztázandó dolgokat. Még akár gondoljunk bele, hogy amikor valamilyen ilyen örökség, vagy nem tudom, milyen ilyen kényesebb pénzügyi dolgoknak a megvitatása, ami talán még egyértelmű, még ott is nehezen bánnak a szavakkal, hát még egy ilyen helyzetben. De hogyha mondjuk valaki nézi az adást, és mondjuk ebből szeretne meríteni valamit, és újra gondolni ez alapján ilyen dolgokat, akkor én mindenképpen arra bíztatnék, bárkit szülő legyen, az gyerek, hogy gondolják át a kereteket, hogy hogyan tudunk a másiknak jót csinálni. Mert ha a másiknak jót teszünk ilyenkor, akkor az valószínűleg nekünk is jó lesz. Persze szülőként nem úgy teszünk jót mindig a gyerekünkkel, akkor is, hogyha 40 vagy 50 éves, hogy mindent helyette szeretnénk megoldani. Hanem, hogy például szülőként nagyon érdemes megtanulni azt, hogy hagyjuk, hogy a gyerekünk is megoldjon dolgokat. Egyébként olvastam a téma kapcsán, és akkor szerintem nyíltan beszélhetünk erről is, igen, hogy a felmérés szerint azok a szülők, akik újra befogadták a gyereküket ilyen szituációban, hát lássuk be, úgy hiányzott nekik ez a helyzet, mint pupa hátukra, tehát akár még az élet minőségük és az élet hosszuk is csökkenhetett, hiszen újra egy terhet vettek, úgymond a nyakukba. Igen, hogyha ez teher, akkor ez borzasztó nagy nyomot tud hagyni, hiszen hogyha újra kialakul egy szabadabb életforma, egy könnyedebb, ahol lássuk be, nem kell felelősséget vállalni, tehát azért a gyereknevelés, amellett, hogy egy nagyon szép dolog, de egy óriási felelősség. Stressz. Tehát aki ezt komolyan veszi, az felelősséggel él le minimum 2-2,5 évtizedet az életéből, amíg útjára tudja bocsájtani a gyereket. És hogyha abból valami úgy visszajön, és bumerang azt ott megtörtént. Így van, tehát hogyha azt újra kell indítani, akkor azért azzal nagyon érdemes jól bánni, meg átgondolni, hogy meddig érdemes azt csinálni, de persze nagyon fontos, hogy tartsunk ott, hogy ezekről lehessen beszélni, mert ha nincs kimondva, akkor az emberek utána, ez sem ritka, hogy leélnek évtizedeket úgy, hogy nem tisztáznak le egy teljesen egyszerű, hétköznapi szituációt, és abban benne ragadnak, úgy élik le az életüket, és akkor valahol ott a halálos ágy körül majd megtárgyalják azt a problémát, és egyszerűen szerintem rendkívül szomorú, hogyha eltelik úgy az élet, hogy nincsen megoldva valami, és eljutunk addig, hogy már nem is lehet. Egy biztos a Mama Hotel tud kényelmes lenni, de konfliktusokkal teli is. Judit, köszönjük szépen, hogy újra bölcsebbek lehetünk. Köszönöm. Közéleti magazinunk ezzel véget ért. Megköszönöm figyelmüket, szép estét kívánok!